Igazi különlegességet tesznek a gyerekek a pécsi Szébert Róbert általános iskolában kedden. Vathúsból készült ételeket kóstoltattak a diákokkal ezen a napon. Nagyon egészséges a vathús elsősorban. Kettő, egy picit érdekesebb ízű lága van, mint bármelyik húsnak, meg karakteresebb az íze. Viszont nagyon finom ételeket el lehet belőle készíteni, akár ugyanazt, mint a sertésből, egy marhából, csak hosszabban készül, vagy van, amelyik még rövidebb idő alatt. Ezért akár hetente többször is lehetne fogyasztani, ez a kóstoltatás célja. Amit kiskorban megszeret és megízlel, azt keresi azért nagy felnőtt korba is, és én úgy gondolom, hogy a magyar vathúsnak a célvezeti értékét nem szabad hagyni külföldre ennyit kiszállítani. Több mint 90% elhagyja Magyarország területét. Az Agrárkamara mellett a megyei közgyűlés is a hazai vathús népszerűsítésének élharcosa. Mutassuk meg a gyerekeknek egy vakteszt segítségével, kóstolnak levest, egy spagettit, majd később egy vaddisznó pörköltet, hogy ez finom, ez gyerek szájának is való, és úgy menjenek hozzá az iskolába, hogy anya, apa, én máma ettem valami olyat, amit eddig még nem, és ez pedig vathús volt. Ezért jöttek ebbe az iskolába, ahol éppen egy menza program fut az egészséges táplálkozás jegyében. Ennek a közepén vagyunk, és egyébként így cseppentünk ebbe az egészbe bele, hogy egy csodálatosan szép tankonyhában rendeztünk egy megnyitó ünnepséget, és így szállt el ennek a híre. Jelenleg évente 40 dekagram vathúst fogyaszt egy magyar a statisztikák alapján. Ezért fontos, hogy a gyerekeket megnyerve növeljék ennek az egészséges és kiváló minőségű élelmiszernek a népszerűsítését.